Köszöntök mindenkit, sziasztok! A következő napokban egy markánsabb anticiklonnak köszönhetően ismét melegedés várható. Vasárnap, illetve hétfőn az ország döntő részén kevéssel 30 fok alatt maradnak majd a csúcsértékek, de a délkeleti megyékben 30, illetve 31 fokos maximumok is elképzelhetőek, az ország döntő részén tehát nem lesz kánikula. Várhatóan hétfőn azonban átvonul hazánk fölött egy hidegfront, akkor már érdemi csapadék nélkül, elszórtan valószínű akkor zápor eső, illetve zivatar, és néhány fokkal a hőmérséklet is visszaesik. Az európai felhőzet animáción figyelhetjük meg, hogy nem csak délnyugat, illetve Dél-Európa, hanem a Kárpát-medence időjárását is ez az anticiklon alakítja. Emiatt messze távol maradnak az időjárási frontok hazánktól, és ez egészen szombat estig így is lesz. Szombat este ugyanis megérkezik hazánk térségébe az akkor már hullámot vető hidegfront. Az ECM WWF csapadék, illetve felhőzet előrejelzésén figyelhetjük meg ezt a folyamatot, illetve azt is, hogy a vasárnapi nap folyamán a nyugati, illetve az északi határvidékeinkre szinte tökéletesen felfekszik majd ez a front. Ez a front pedig valójában hétfőn vonul át majd az ország többi része fölött is, akkor már csak elszórtan valószínű belőle zápor eső, illetve zivatar, és ahogy már jeleztem, a délkeleti megyékben mérsékeltebb hőmérséklet visszaesés várható. Az előttünk álló éjszakán az ország döntő részén még eseménytelen, derült, csapadékmentes éjszakának örülhetünk majd, mindössze az északkeleti-keleti megyékben lehet kevés felhő az égen, illetve szintén az északkeleti-keleti megyékben képződhet kevés helyen pára, illetve ködfolt. Kora reggel általában 8, illetve 14 fok közé csökken a hőmérséklet, kissé enyhébb lesz tehát az éjszaka, mint ma reggel volt. Holnap napközben országszerte sok napsütés várható, kevés gomoly, illetve fátyolfelhő kíséretében csapadékra sem kell készülni, és a nyugati szelet is csak kevés helyen kísérhetik élénk szőlőkések. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig országszerte 25 fok közelében alakul. Szombaton is még marad az országszerte napos, csapadékmentes időjárás, néhány fokot azonban már erősödik a nappali felmelegedés. Szombaton már általában 25, illetve 30 fok között alakulnak majd a maximumok. A folytatást, illetve az időjárásban lévő különbséget pedig két fáklya diagramon szeretném szemléltetni. Először nézzük meg a Sopronit. Itt az látható, hogy már vasárnapra megérkezik az ország északnyugati tájaira front, ahogy erre már előbb utaltam, és ennek megfelelően ott már a vasárnapi nap folyamán is jelentősebb hőmérséklet visszaesés tapasztalható az eső, záporok, illetve helyenként az zivatarok mellett. Vasárnap tehát nem csak az északnyugati, hanem a nyugati, illetve az északi megyesávban elszórtan valószínű csapadék. Itt egyébként érdemi hőmérséklet emelkedés egészen a jövő hét közepéig nem várható, ott viszonylag hűvösen folytatódik az időjárás egészen szerdáig. Ezzel szemben az ország másik felén, az Alföld közepén, igazából majd csak hétfőn érkezik meg a hidegfront, és addig is melegebb lesz. Vasárnap, illetve hétfőn is az Alföld középső területen is 28-29 fok közelében alakul majd a csúcshőmérséklet, de a viharsarokban, illetve környéken akár 30-31 fok is elképzelhető. És ahogy arra már az előbb utaltam, az ország közepén, illetve az Alföld fölött, hétfőn már mérsékeltebben vonul majd át a hidegfront, akkor csak átmenetileg növekszik meg majd a felhőzet, és már csak elszórtan kell záporokra, illetve zivatarokra számítani. Én most megköszönöm a figyelmeteket, ha tetszett az a videó, akkor kérem kövessetek bennünket elérhetőségeinken is. Sziasztok!